Hogy ne álljon gyönge szívem sokáig.
Micsoda a lecke? Az én ősöm. Ki legyen az én ősöm? Á, megvan. Telefon. Hello, ti már kész vagytok a leckével? Gyertek vissza tanszobára. Beszéljük meg ezt a házat. Nagyobb ős a világon. Én nem ecsekről írtam. Miért is? Emlékezz! Az ellenséges vörös inges csapat kellős közepén leugrott a fáról, hogy meghazudtolja az áruló gerébet. És nem utolsó sorban az életét adta a Grundért. Én Cecévet választom, mert nő létére kockára tette életét, hogy fiát, férjét és a hazát védje. Az én hőseim a baradlai fiúk, a kőszívő ember fiaiból. Édesanyjuk hívószavára hazatértek, készen voltak életüket áldozni hazájukért, barátságukért, szerelmükért. Jenő, a legkisebb, a családjáért halt hősi halált. Igaz? Így könnyű, hogy annyi kötelező olvasmányt kiolvastatok. De most már én is tudom. Én a hétköznapok hőseiről fogok írni. Mentősökről, ápolókról, orvosokról. Nekik igazán helyt kellett állniuk ebben a járványos időszakban. De nem csak nekik. A gazdaságnak működni, az országnak túlélni kellett. És akik ebben részt vettek, ők mindnyájan hősök. Én a sportolók emberfeletti teljesítményét csodálom. A paralimpikonok az én hősei. Nos, hogy sikerültek a leckék? Nem volt nehéz dolgotok, hisz a magyar történelem bővelkedett szabadságharcokba, önfeláldozó hősökbe. Én azért is a Harry Pottert választottam. Az legalább a fantázia világában játszódik, és nem kell elsiratnom a hős, aki a végén meghal. Miért kellenek a hősök? Miért kell mindig annyi embernek meghalnia? Mert az ő példamutatásuk tartja bennünk a reményt, hogy van még emberség, él még a hazaszeretet, az igaz szerelem és a szabadságvágy. Tudjátok, hogy október 23-a az 1956-os forradalom évfordulója. Bence? 1956-ban a mi kis magyar nemzetünk bátor szabadságharcot vívott. A szovjet birodalom ellen, a függetlenségünkért. Sok-sok hőst választhatnátok az 56-os forradalom hősei közül. Talán a Corvin közi fiúkat? Vagy azokat a srácokat, akik molotov koktéllel szálltak szembe a Budapestet lövő orosz tankokkal? Gergő? Az én hősöm az a 14 éves fiú, akiről ez a vers szól. Tegnap még sejmes szőke hajad simogatta szelíd anyai kéz. Ma fegyverrel a kezedbe a barikádra mész. Tegnap még féltél az iskolába, hogy a leckét nem tudod jól. Ma orosz túlerővel a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál, vézna kékszemű gyerek, bekiáltottál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek. Olcsó mackóruhát viseltél, megtalpalt iskolacipőt, emléked azóta már csodás legendává nőtt, mert soha-soha a világon nem harcolt ilyen sereg, halál megvető bátorsággal, ennyi gyerek, magyar gyerek. Én a magyar vízilabda válogatottról írok, akik 1956-ban, Ausztráliában éppen akkor verték el a szovjeteket, amikor a szovjet tankok lerohanták Pestet. Látjátok, mennyi hősiesség? Mennyi önfeláldozás? Egy ilyen egyszerű dologért, ami nekünk már természetes, hogy szabadság. Szerintetek mi az, hogy szabadság? Bianca? Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelenét. Mondta József Attila. Ja. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy azt csinálhatok, amit csak akarok. Csak egy bizonyos pontig, addig, amíg a másik embert nem korlátozod. Nekem a végtelen ég a szabadság!
Nekem a tenger! Nekem az Alföld, tengerség vidéke! Na látjátok? Ezért a szabadságért kellett akkor harcolni. Meg miért is? Miért kellett annyi embernek meghalnia? A bukás után elmenekülnie? Jól figyeljetek! 65 évvel ezelőtt, október 23-án tört ki a forradalom. Most forgassuk vissza a történelem kerekét. Másnap szerdán reggel, por, ágyúszó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem áll többé szobor a csizmában. Csütörtök. Lázrózsák mindenki arcán. Földvári már kedden este elesett a rókus előtt, szemközt az iskola padlásán, felfegyverzett gyerekek. Péntek. Még több vér. Tankok a ligetnél. Az ütlögár torkolatüzeit nézem éjjel, és borzongok. A szörnyű szépség most nálunk is megszületik. Hat nap a kénezett arcú halottak apró csokorra a mellükön a járdán. Köztársaságtér, röplapok, szorongás. Szemem előtt kis, tétova szivárvány. Ölelkezés az Írosz Szövetségben. Csomagolnak és indulnak haza. Feltépet sinek, utcák, s felettük a szabadság lilium illata. ...1703, 848 és 56. Egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen. Bármi történik, boldogság, hogy megéltem! És újra péntek. A Dunánál állunk. A nap áttör a ködön füstön. Talán sikerül minden, s az alkony bíbor brokátja, zsuska len szőke haján. És szombat, hajnalban csupa reménység, de este felé, nyakunkon a kés. A keleti szemhatár mögött mocskos felhők, nyugatról álszent röfögés. Mentünk a 200 000-rel. Nem bírok újabb börtönt, s ha nem is jött velem, Árpád óta bennem lakik az ország. Minden völgyét, meg dombját ismerem. Mit elvesztek? 50 vagy 100 év múltán az ifjúságtól mind visszakapom. És otthon, a sötét előszobákban kabátom még ott lóg a fogason. ...1956. Nem emlék, nem múlt vagy nékem történelem. De húsom, vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem, ki jött élni. A világ tétlenül nézte Magyarország halálát. A szabadság leggyötrelmesebb korainak egyében, mikor a puszta emberi bátorság felvette legnemesebb formáját, a demokratikus nemzetek hátat fordítottak. A magyaroknak, akik csupán bizonyos emberi méltóságért küzdöttek, egyedül kellett harcolniuk. A hatalmasok sakjátszmájában a magyarok a gyalogok voltak, de 13 napiként királyként küzdöttek és haltak meg. A rájuk való emlékezés a legtöbb, amit teltünk, és a legkevesebb is. Mennyből az angyal, menj sietve, az üszkös, fagyos Budapestre, ahol nem csillog karácsony,
nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakában. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogt a szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Melegházakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Sejen papír zizeg ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendeségben égni kezdett. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak, vagy iszonyodnak. Mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember előtte. A katona, ki szíven döfte. A farizeus, aki eladta, aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tába, 30 ezüst pénzért kínálta. És miközben gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember. Szólni hozzá senki sem mer. Mert ő sem szól már, nem is vádol, néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta, vagy angyal hozta, kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekszenek, csak órontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az állam férfi parentája, megáldja a szentséges pápa. És minden rendű népek, rendek, kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték? Miért nem várt a csendben a végét? Miért? Hogy meghasadt az ég volt. Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből! Úgy is új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamár és a pásztor. Az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett, a csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állnak strázsák. Mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remeltek világrendet? Egy nép kiáltott, aztán csendet. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvény? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Micsoda lecke? Micsoda lecke? Ilyen nagy dolog a szabadság. Ilyen nagy dolog a szabadság. Sikerült.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt ünneplők! Azt hiszem, nehéz megszólalni a Balakároly Általános Iskola színjátszó szakkörének a műsora után, mely csodásan visszaadja mind azt, ami 56-os forradalom és szabadságharcról szól. Eltelt 65 év az 1956. október 23-a óta, amikor a gúzsba kötött emberek a rendszer ellen indultak útnak. Egy olyan rendszer ellen, melyet nem akartak, és amelyben nem kívántak élni. Sokszor hallani, hogy fiatalság, bohóság, de pont ez a forradalom és szabadságharc mutatja meg, hogy van olyan érett fiatalság, amikor egy ügyért, egy tettért cselekszik, fellép saját jövője érdekében, és képes a harca is, ahogy tették ezt az egyetemista diákok október 23-án. Eltelt 65 év, peregnek a lapok a naptárban, és ezzel együtt kopnak, halványulnak az emlékek. Ezért fontos az idősebb generációnak, hogy átadja azokat az emlékeket, és megossza azokat a történeti beszámolókat 1956-ról a mai fiatalsággal, hogy ez a forradalom és szabadságharc ne merüljön feledésbe, emléke ne halványuljon el soha. Ezért örömteli, amit a ma itt az iskola diákjaitól láthattunk, mert ők fogják tovább vinni 1956 emlékét és szellemiségét a jövő generációjának. Mert a jövő nemzedékének is tudnia kell, hogy még ha csak egy rövid életű is volt ez a vérzivataros ősz 56-ban, akkor is volt egy pillanat a kommunizmus vörös terrorja idejében, amikor a szabadnak érezhették magukat az emberek, és egy ország fogott össze ezért az ügyért. Mert tudnia kell az elkövetkező évtizedek, évszázadok nemzedékének, hogy a II. Világháború után az elpusztított országunkra Szovjetunió tette rá a kezét, és próbálta megtörni a magyarok szabadságát, gúzsba kötni az emberek életét. Pedig a történelem már megmutatta, hogy a magyar nem szereti, ha gúzsba kötik. Legyen az keleti irányból, vagy nyugati irányból jövő hatalom által vezérelve, mert akkor kitör és elszakítja rabláncait. Fontos feladat, hogy a ma és a jövő generációjának megmutassuk, hogy milyen az, amikor az emberek olyan rendszerben éltek, amikor a szabadságuk a sárba volt tiporva. És fontos, hogy azokról megemlékezzünk, akik ezek ellen felemelték szavukat, és a tettek mezeire léptek. Mert felnő egy új generáció, akik már a demokráciában, a szabadságban élnek. Ezért feladat számunkra, hogy elmondjuk, hogy milyen élni egy olyan rendszerben, amikor a szabadság elnyomásra kerül. Mert így tudja értékelni és megélni a mai és a jövő nemzedéke, hogy mennyire fontos, hogy megőrizzük szabadságunkat és a demokráciát, hogy azok a forradalmak és szabadságharcok, melyek a múltban, hazánkban voltak, már csak a történelem könyvek lapjain, és egy ilyen, mint a mai megemlékezéskor kerüljenek elő emlékezés formájában.